Sziasztok! Ma május 13-a van, csütörtök, és ma ismét voltunk az Osamba, méghozzá a fiammal, és elég sok mindent vettünk, főleg amiatt, mert valószínű, hogy ő a jövő héten fog elmenni újra, 3 hétre, de lehet, hogy még tovább, és csinálok neki most csak szendvicset, de abból elég sokat, és azon kívül mostanáig kellett várni, míg megjött a jogosítványa. Azt mondták, hogy 8 nap múlva fog megjönni. Hát ez most a 9. nap lett. És akkor ráadásul még küldtek egy ilyen hülye levelet, hogyha nem adta, hogy adja le a régi jogosítványát, miközben azt, amikor volt a kormány ablakba, akkor azonnal ugye elvették, és adtak helyette egy ideiglenes papírt. Na mindegy, az a lényeg, hogy megjött a jogosítvány, úgyhogy most már lehet dolgozni. Amikor bementünk az Osamba, a Solymáriba, ott van jó pár bolt, többek között van egy Dichmann cipőbolt is, és oda bementünk, mert akartam venni ott, hát úgy körbe akartam nézni, hogy a cipőket nézegettem, a táskákat, meg mindent, de mivel eszembe jutott, hogy délután kutyaiskola, és még volt egyéb dolgom is, azért inkább sietőse fogtam volna a dolgot, de megszólalt a riasztó, mikor bementem, akkor is megszólalt, meg akkor csináltam még egy pár próbát, akkor is megszólalt. Úgyhogy valószínű, hogy valamelyik ruhámban benne maradt egy ilyen régi ilyen kód, vagy egy ilyen jelző, de a cipős boltos azt mondta, hogy nyugodtan menjek. Viszont az Osamba, amikor átmentem, akkor megint bejelzett. Egyébként a cipőboltba tulajdonképpen vettem egy ilyen jó kis fila zokni. Ezért ebben nem is tudom, 7 darab pár van, tehát tulajdonképpen minden napra juthat egy zokni, és ez nem ilyen fehér, piros, kék a vége, hanem ilyen szürke. Na ez lett végül is a cipőboltból. Akkor utána, ugye bementünk az Osamba, akkor megszólalt a riasztó, és ott is többször mondta az őr, hogy hát akkor álljak meg, és akkor mondta, hogy hát akkor vegyem le a kabátomat, akkor vegyem le azt a pulcsit, és akkor egyesével, és akkor gondoltam, hogy még a végén itt levetkőztet, mert bejel ez a dolog, de igazából a kabátom alatti pulcsinak az oldalába ott volt egy ilyen kis jelző, az jelzett be, és akkor hozott egy ollót, és akkor azzal úgy levágtam, aztán onnan már lehetett bemenni. Na, akkor nézzük, hogy miket is vettem az Osamba. Vettem egy ilyen kenyeret, egy ilyen New Line teljes kiördésű toast kenyér, ez ilyen tudatos választás. Általában mindig ilyen típusú kenyeret szoktam venni. Ezzel most az lesz, hogy be fogom rakni a sima hűtőszekrénybe, mert igazából az volt ráírva, hogy május 17-éig jó. Az pont a fiamnak a szülinapja, tehát addig jó, de hát ennek ugye tovább kéne kibírni. Itt a sima kamrába az ilyen kenyerek azok elég hamar megromlanak, úgy vettem észre, de a hűtőbe abban elég sokáig kibírják. Úgyhogy ebből fogom neki csinálni a szendvicset, meg vettem neki még felvágottat, ilyen jó ízű sonkát, meg sajtot is. Az majd, hogyha előkerül, akkor majd azokat is mutatom, tehát ezt ide félre rakom, ez az övé lesz. Na, aztán vettem itt a zapkását, kókusszal, mandulával, csiamaggal, ez ilyen hozzáadott cukor nélkül. Ez egy ilyen jó pofa cucc, hogy nincs hozzáadott cukor. Akkor vettem egy egész rekesz ilyen tejet, 0,1%-os zsírtartalommal. Ez a turbó diétához szokott kelleni, mert hát mondjuk annyi tejet azért nem iszunk, de azért legyen itthon bőven. Akkor vettem egy ilyen almás, fahéjas instant zapkását. Ez is hozzáadott cukor nélkül.
Aztán én már készülgetek a lekvár befőzéshez, és vettem egy pár ilyen díszítő dolgot hozzá, például befőttes üvegtető díszítő, ilyen kis helyes, meg ilyen kis matricákat az üvegre, hogy amikor kész a lekvár, akkor olyan kis csini legyen. Igen, hát igen, most már lassan itt van, csak az a baj, hogy még most is nagyon drága. A Solymári Lidl-nél van egy zöldséges, és ott láttam, hogy az olcsóbb került 1500 vagy 1800 forintba, a drágább, amilyen jó nagyot, az még 2500, szóval hát elég húzós ára van. Aztán vettem kettő ilyen medvesajtot. Itt közben meg próbálom itt elpakolni úgy a dolgokat, hogy ami a hűtőbe megy, az külön rakom, és akkor nem kell annyit pakolásszak. Tehát akkor ez volt a sajt. Akkor lesz húsleves, ahhoz vettem leveszöldséget. Akkor van itt ilyen tejfölös hagymás, ilyen rizs kis snack, ez elég finom. Akkor milyen rizsű van, itt sajtos rizsű is van. Aztán vettem olyat, hogy vitál varázsgömb. Ez is ilyen eritrittel és gluténmentes is ráadásul, és málna ízű. Itt van még egy ilyen almás zapkása. Aztán vettem egy ollót, mert a fürdőszobába ott szoktam ezeket a ruhacímkéket levagdosni, aztán utána mindent belerakok a mosógébe, de valaki ellopta onnan, nem tudom hova lett az olló. Úgyhogy egy ilyen jó pofa kis ollót vettem oda a fürdőszobába. Aztán van még egy ilyen sajtos chips. Közben előveszem a szemüvegem, mert lehet, hogy szükség lesz rá itt a nagy nézésbe. Ezt jobb, ha ide rakom, mert legalább mindig itt van velem. A hajam enyhén szólva csapzott, mert most már ugye járok a uszodába, a Gellértbe. Még 15-öt ír fel az orvos, az minden magyar állampolgárnak, csak úgy elmondom nektek, de ezt szerintem már mondtam. És már abból lejártam mennyit is? 3-at. Most lesz majd a negyedik. Úgyhogy 56 napon belül kell lejárni. Utána pedig be kell mutatni az orvosnak, hogy valóban lejártad, meg volt a masszázson is részt vettél, meg a, hát a fürdésen is tulajdonképpen. Tehát mindent megtettél annak érdekében, hogy az egészséged ugye megőrizzed, illetve hogy karban tartod. Na, akkor itt van még ilyen sajt, ez lesz a szendvicse, ez már ilyen előre szeletelt, ilyen edámi sajt. És vettem még egy darab ilyen füstölt trappista sajtot, egy pár kenyérbe ilyet is bele fogok rakni fiamnak. Aztán van itt ilyen cukormentes keksz, a férjemnek főleg. Aztán van itt szintén háztartási keksz, ez is hozzáadó cukor nélkül, csak az a baj, hogy ez fehér ízből van. Tehát nem ilyen teljes kiörlésű ízből. Jó, na, akkor van itt még egy ilyen cukormentes keksz. Vannak ilyen cukorbetegeknek szóló oldalak az interneten. Ott szoktam mindig nézni, hogy miket esznek a... Hát ugye van az egyes típusú, meg a kettes típusú cukorbetegség, de hát ugye mindeniknek ugye nagyon fontos, hogy ne egyenek egyáltalán cukrot, és akkor ott szoktam ötleteket szeretni, hogy miket esznek, ami tulajdonképpen szabad, de nem ártalmas annyira. Persze ezekből nem szabad sokat. Akkor itt van megint egy ilyen málnás vitál gyöngyöcske.
Aztán van itt befőzési fólia, 17x17-es. Ez is egy ilyen fontos cucc a befőzéshez. Van itt még egy finom tejpörös hagymás, ilyen barna listik. Akkor van itt egy ilyen kis joghurtocska, ebben 4 darab van, és ez is ilyen cukormentes. Ezek nagyon picik, iszonyatosan picik. Akkor van itt 2 ilyen fahéjas rizs, ez is cukormentes. Aztán van itt Norbi Rudi, ebből 3 van, ez is cukormentes. Elég sokáig eláll. Mindjárt megmondom, hogy meddig, ebből mondjuk lehet itt többet is venni. Május 28, tehát ennek elég jó a szavatossága. Akkor szintén még a fiamnak egy dámi sajt, még egy. Akkor egy cukormentes tejszínhab. És akkor itt vannak ilyen nasik, ilyen cukormentes kis csokikák. Ezeket ugye eldugdosom, ezt már mondtam neked, aztán a férjem így megkapja meg. Néha én is eszek belőlük például ilyen, ez ilyen tejcsok is. És akkor van olyan is, ami, ez is mondjuk egy tej, egy ilyen kanderel. Ez viszont már étcsoki, ez is cukormentes. És akkor ebből még van egy pár ilyen. Ezek, meg van itt egy ilyen kis jópofa, ez nagyon-nagyon kis vékonyka, ilyen kis, ilyen tök minike. Jó, akkor szintén a befőzésre vettem befőző cukor fruktózzal és édesítőszerrel. Mondjuk ez a fruktóz dolog, ez olyan, hogy ebbe azért van energia, csak ugye lassabban szívódik fel jóval, mint a cukor. Tehát ez, akinek magasabb a cukra, mint a normális, annak jó a ilyet fogyaszt, mert akkor valószínű, hogy nem terheli meg ugye a szervezetét azzal, hogy ugye a bevitt cukor mennyiséget ugye semlegesítse. Tehát ez, azt hiszem, az pont a hasnyálmirigy, ami tulajdonképpen az inzulint csinálja, hogy így mondjam valahogy. És ha ilyet eszünk, akkor ugyan a kalória az kb. Ugyanannyi, mondjuk ez ugye édesítőszer is van benne, de a fruktóz miatt, hát ez ilyen úgymond jobban megfelel a cukorbetegeknek, mint hát a cukorolajat nem is szabad nekik fogyasztani egyáltalán. Úgyhogy akkor vannak itt ilyen kis snack sajtok, ilyen füstölt, meg van egy, ami nem füstölt. Akkor van itt vajkrém, natur vajkrém, ezzel fogom megkenni a szendvicset, mert a fiam nem szereti a vajat, csak az ilyen, meg a margarin se. Igen, akkor itt van még 2 ilyen, egy meggyes, meg egy ilyen kókuszos pingvi. Akkor itt is van még egy ilyen kis csokika. Na, ezt viszont magamnak vettem, ez nagyon kedvencem. Ez a konyakmegy, amiből egyszer kaptam egy olyat, vagy egy egész ilyen nagy dobozzal, tehát nem a desszert, hanem lehet kapni ilyen ekkora, és akkor úgy be van olyan kerek átlátszóba csomagolva, az együtt tömbbe meg tudtam menni simán, nem probléma. De mondjuk most ebbe 3 darab van, hát ezt is ugye nagyon hamar meg tudom enni, de ezt majd valami jó pillanatra fogom hagyni, hogy például amikor meg lesz a 250. feliratkozó, annak örömére megeszem ezt. Na jó, igen. Aztán van itt ilyen finom meggyes joghurt. Természetesen ez is cukormentes. Van még egy. És akkor van itt ilyen Norbi puding csokis, 2 csokis,
És 2 vaníliás. És képzeljétek el, hogy a fiam bevallotta, hogy neki is ízlik. Főleg a vaníliás. Ez tényleg finom. És le is volt árazva. És akkor még van itt egy joghurt. Meg még egy vaníliás. És akkor itt van ez a marézi, ez a tej. A kávéba való lájtos szintén. Jó, na akkor nézzük tovább, hogy mit vannak itt. Ezek meg vannak már, lerakom innen, mert itt segít nekem ez a hely. Na akkor nézzük, itt vannak a ilyen húsfélék. De nem mindegyik hús, mert van benne tej is. Ez laktózmentes tej, 2. Ez meglepő módon elég jó ára volt, ami 170 forint az Auchanba. Elég jó ára volt neki. Akkor van itt sonka, na ilyet fog kapni majd a fiam. És hogyha nagyon meleg lesz, akkor már viszi magával a hűtőtáskát is. Itt van ilyen sonka, ezt is ide rakom. Van ilyen gála füstölt sonka is. Még egy gála sült karaj. Itt van még egy tej, ilyen laktózmentes tej. Aztán citrom. Azóta is isszuk ám a teát, nagyon finom. Most például a mai napon egy ilyenből csináltam teát, olyan szép színe lett, meg citrom is volt benne, és nagyon finom volt, és édesítővel az is. Jó, akkor van banán, nagyon szép volt a banán most az Auchanba, meg is nézem pontosan hány kiló volt, hány forint volt, 479 forint volt kilója. Akkor vettem egy ilyen zellert, ezt majd föl fogom vágni kisebb darabokra, és berakom a frissen leolvasztott fagyasztóba. 400 forint kilója. Ez a darab, ez 196 forint volt. Ez egy jó nagy darab. Igen, akkor nézzük, csirkecomb, azt fogok sütni. Ebből vettem egy 4 dobozzal. 1, 2, 3. Itt a, nem, 3 dobozzal vettem. Igen, ez a harmadik. És akkor a húsleves, az pedig ilyen vegyes húsleves lesz. Lesz friss pulyka a sócon benne. Akkor lesz egy pulyka szárny. És ennyi lesz benne. Ez csirke mell csont. Ezt a Bobikának vettem, mert most már lassan átszokunk erre a nyers evésre. Voltunk az állateledelboltba, szintén Solymáron, az ott a posta mellett van, és rengetegféle ilyen állatoknak való húsos dolgot lehet ott kapni. Aztán kérdeztük az eladót, hogy ajánljon pár jó dolgot. Úgyhogy vettünk, ezek ilyen kilós kiszerelésben vannak, ezek a húsok le vannak fagyasztva. Vettünk egy kilós ilyen marha nyesedéket, akkor egy kiló marha tüdőt, és egy kiló marha tőgyet. És mindezért fizettünk olyan 2300 forintot, és én azóta azt kiadagoltam ilyen elég jó nagy adagokra, amit szerintem a Bubi megeszik, és attól nem is hízik talán. Ha hízni fog, akkor természetesen kevesebbet fogok legközelebb így adagolni. És ezeket egy zacskóba beraktam egy általam megfelelő mennyiségnek tartott tüdőt, tőgyet és ezt a marha nyesedéket. Csináltam vagy 8 ilyen kis zacskót, és ezt a fagyasztónak a legalsó dobozába oda beraktam. Úgyhogy azt majd előző este mindig előveszem, és akkor mire vacsorára fogja ezt kapni, addigra föl fog olvadni, úgyhogy ez lesz. Na, akkor még sárgarépát a húsleveshez, azt is vettem, és vettem még 4 ilyen szép almát, golden almát.
ilyet, azért mert van még itthon alma, nem akartam olyan sokat, és akkor vettem még két ilyen füsti virslit. Jó. És akkor nézzük még, hogy mi van még a kosaramba, illetve a bevásárlós szatyorkámba. Ezek ilyen szép kosanos szatyrocskák. Na, hát vettem ilyen koffeinmentes kapszulát, abból kettőt vettem. Igen, akkor van itt egy kóla, azt a férjemnek, de ezt ő még nem itta meg. Mert persze most pakolom ki. Ezek a cuccok garázsban voltak, csak ugye nem volt idő ezeket kipakolni, úgyhogy most azért este pakolom. Akkor volt négy rágó. Akkor a fiamnak vettem egy ilyen borotva habot. Igen. Na nézzük, akkor itt egy pár póló, ilyen jó kis rohangálós, ilyen New Yorkos, azt hiszem, igen, New Yorkos. Ezeket persze mind ugye ki kell mosni. Aztán ez is egy ilyen New York City-s póló. Hú, de büli. Azért ennek ki kell mosni mindenképpen. Nem szeretem ezt a bolti szagot. Aztán vettem egy ilyen kis rohangálós kis fekete rucit, majd ha jön a nagy kánikula, egy jó kényelmes papucsal sétálgatni a nagy melegbe, Bobikával. Akkor itt van megint egy ilyen kávé. Akkor vettünk egy új kólát, Coca-Cola Zero cukor, ilyen újfajta dobozba. Azt mondja, hasznosíts, újra nem vagyok szemét, az van ráírva. Ez most így néz ki, ez kicsit megváltozott a külleme. A Bobikának most hétvégén lesz az egy éves szülinapja, és már vettem neki a múltkorra, biztos emlékeztek, valami marhagége, ilyen rákcsának, meg van ott egy pár játék, meg még kapott egy ilyen happy birthday-es kis sipolós kis torta formájú, akármit, hát ő nem fog édességet kapni egyáltalán, nem szoktatjuk rá a cukorra. Kapta ezt, ennek biztos nagyon fog örülni a Bobi. Aztán van itt egy ilyen, ez ilyen epres, és ez is olyan, hogy cukormentes, tehát ez nem csak ebbe a kakaó, hanem epresbe is. Így. Akkor, ja igen, a Bobikának vettünk még egy ilyen csirkét, mert mikor pici volt, még ide került hozzánk, akkor kapott egy csirkét, és az mostanáig annyira jó állapotban volt, hogy nem kellett újat venni neki, és a múltkoriban itt volt a fiam, a másik fiamnak a kutyája, és azzal játszottak, kicsit meglazult a csirke nyaka, és azóta azt meg lerágta a Bobi, úgyhogy így nézett ki a mostani csirkénk, és már nagyon fontos volt, úgyhogy a szülinap alkalmából akkor kap egy új ilyen csirkét. Ezt nagyon szereti, jól el lehet dobni, meg olyan kis, és ez viszonylag tartós, tehát azért egy évet kibír, tehát jó, jó kis játék, meg kap még egy ilyen fogtisztító, ilyen kis rudacskát, a Bobika, két darab keksz, ez a Korpovic keksz. Igen, aztán van itt a cicának ilyen kaja. Most nem volt a senior cicáknak való kaja, úgyhogy ezeket már jól, még jobban össze kell nyomkodni a villával, hogy meg tudja enni a Moriska. És még egy ilyet is kapott. Elég jó étvágya van. Ugye a héten voltunk oltáson. Akkor van itt még ilyen trappista light sajt. Igen, trappista light. Akkor van itt ilyen finom pik méves kolbász. És akkor ez is már a befőzés miatt ilyen pektin. Ettől a jó megkocsonyásodnak a dolgok. Úgyhogy majd ezt is belekeverek a eperbe. Van itt paradicsom, az is nagyon szép volt.
mennyi volt ez? 588 forint, ilyen gyönyörű paradicsom. Paprikát, azt elfelejtettem menni, ilyen tévé paprikát, de mindegy. Majd bepótoljuk, és akkor itt volt csípős paprika, 78 forint darabja. Ebből van kettő. És akkor még itt minden csokiból még egyet, hogy ne kelljen kibontani a dobozt. Meg akkor van itt még egy ilyen édesítő. Igen. Tehát akkor tulajdonképpen akkor ezzel meg is volna. Ja, még van itt valami, azt is megmutatom nektek. Ez pedig... Ide, ez egy tárca, vagyis kettő tárca, de jó lehet hámozni, pucolni, és nem az asztalon kell, én szeretem az ilyen tárcákat, ilyen szép kis fehér tárca. Van itt egy pár újság, azt mondja, hogy van itt egy meglepetés. Múltkor, amit megfejtettem, azóta nem értesítettek, úgyhogy valószínű, hogy azon nem nyertem. Akkor van itt egy sztori újság, irigyelt élete van Amerikában a gombos Edinának. Mondjuk szerintem elég jó pofa a csatornája, szoktam nézni, olyan érdekes dolgok vannak benne. Akkor... Van itt egy olyan, hogy táskák kötve, horgolva, varva. Bár nem tudom, mikor lesz rá időm, de imádom az ilyeneket nézni. Aztán van olyan, hogy sportkonyha, paszta, túra, 8 mennyei és egészséges fogás tésztából. Hát igen, akkor jó sokat kell mozogni, hogy valami tésztás kaja egészséges legyen. De ez ilyen jó pofa kis újság. Aztán van itt konyha, rakott ételek minden alkalomra. Hú, ez nagyon jó. Tepsis és csőben sült variációk hússal, hallal, zöldségekkel. Na, ezt lehet tanulmányozni. Jó, és akkor van olyan is, hogy mentes receptek. Azt nézzétek. Bár tudom, hogy az internet tele van ilyeneket, de szeretem így forgatni ezeket, meg tudjam fogni az újságokat. És akkor van még itt egy ilyen búza ízi. Ebben is ilyen jópofa gatyák vannak benne, ilyen lágyesésű anyagokból, pólók, szoknyák, rucikák, úgyhogy nagyon jópofa. Akkor ez volt, ezt is ide félre rakom. És képzeljétek el, hogy amikor befejeztem a vásárlást, ott van egy kávéautomata, akartam inni egy kávét, ott 180 forintba kerül a presszó kávé egy picike tejjel, és akkor bedobtam 200 forintot, és akkor benyomtam, hogy a presszó kávé, és nem történt semmi. Se pénz nem jött, se kávé, se semmi. És az a baj, hogy ezzel a kávéautomatával ez rendszeresen előfordult. Tehát volt olyan, hogy nem adott cukrot. Van olyan, hogy nem ad tejet. Van olyan, hogy nem ad kávét. Van olyan, hogy nem ad semmi, hanem csak forró víz. Sőt, van olyan is, hogy nincsen kavarókanál. Tehát ez már minden előfordul, és rengetegszer volt. Bedobtam a pénzt, és semmi nem volt. És akkor oda mentem a biztonsági őrhöz, és mondtam neki, hogy hát nem lehetne itt valamit tenni, mert ez rendszeresen előfordul, és akkor mondta, hogy hát menjünk oda, jó, így kicsit így oldalba csapkodtam, meg én is úgy rácsapkodtam, mert annyira megkívántam a kávét, nagyon jó lett volna inni, hát nem jött semmi, akkor a biztonsági őr jó, megnyomta a gombot, és akkor kijött 50 forint. Hát mondtam, azzal aztán nem megyek semmire, és akkor mondta az őr, hogy hívjam föl az ingyenes számot, és már annyiszor előfordult, hogy nem, egyszer nem jött kávé, hogy na, mondom, akkor most jön el az idő, és képzeljétek el, hogy fölhívtam, egy nagyon kedves fiatal ember vette föl, jó, elbeszélgettem vele, hogy milyen, hát úgymond szar a kávégépük, hogy nem tudja a kávét
produkálni, és akkor mondta, persze, hát nem szokott senki betelefonálni, és így nem is tudnak róla, hogy ez rendetlenkedik. Hát mondom, persze, egy hosszú vásárlás után ki a francnak van kedve telefonálgatni, mondjuk én most nagyon dühös voltam, ezt leszámítva, de nem szoktam én se így telefonálgatni. És akkor azt mondta, hogy na hát akkor, ahogy jól érti, akkor 50 forint ugye visszajött, a 150 forint káron keletkezett, mondja meg a nevemet, meg a címemet, és majd elküldi. Hát mondom, nekem már annyi károm keletkezett, hogy az bőven már meghaladja az 1000 forintot. Nem tudnának inkább 1000 forintot elküldeni? Hát aztán mondta, hogy hát azért, hölgyem, azért hát maradjunk a valóság talaján, ennyi a károm, akkor ennyit fognak elpostázni. Úgyhogy ez volt a kávés történet, úgyhogy itthon ittam tulajdonképpen egy kávét. És akkor még annyi van, hogy tegnap elmentem a, ugye, hol is voltam? Ja igen, a Gellértből jöttem hazafele, és eléggé elkezdett esni az eső, és akkor berohantam egy ilyen Rossmannba, ott a Bartók Béla úton, és akkor ott vettem egy pár dolgot, például ilyen hialuron savas, mi ez? Ez valami ilyen fátyol arcmaszk. Arcmaszk, még hozzá hialuron arcmaszk, egy darab két részes. Tehát ez egy ilyen. Egy ilyet vettem, akkor vettem egy ilyen kollagénes arcmaszkot, ilyet, és akkor van egy ilyen Age Specialist, ilyen 55 plusz olaj komplex valami, ez is ilyen arcmaszk. Igen, ezt is magamra lehet kenni. És akkor van itt még egy ilyen kollagén szövetfátyol arcmaszk. Egy ilyen. Egy ilyet is vettem, és akkor mivel most járok az uszodába, ezért szükségem van olyan dolgokra, amik ilyen kis kiszerelésűek. Tehát nem fogok egy ekkora tusfürdővel, meg samponnal, meg balzsammal mászkálni, hanem ilyen picikkel. Nekem volt ilyen jó pár, csak ugye most kimaradt egy év, és olyan szerintem, hogy bepenészedett, vagy nem is tudom, milyen lett ezeknek a kis dobozkáknak a tetején, mert én ezeket újra szoktam tölteni. Úgyhogy van most itt egy ilyen testápolós, aztán van egy ilyen tusfürdős, de hát ezekbe bármit bele tudok rakni. És akkor vettem még egy ilyen kis picike hajlakot is, mert az belefér a neszeszerembe, és akkor még itt van egy ilyen kis szemhéj, ilyen színezőke, ez is ilyen Catrice highlighting, igen, ilyen szemhéj. Ilyen színe van, hát majd meglátjuk, hogy milyen. És akkor a lakásba pedig vettem egy olyat, hogy Kubeba citrom szúnyog illó olaj keverék, mert hát ugye jönnek most már a szúnyogok, aztán jó megcsipkednek, majd az lesz, és akkor vettem még, várjunk, az, igen, az idejött, akkor egy ilyen BB normál bőrre egy ilyen BB krémet, és mert ebben láttam, hogy van ilyen fényvédő is tulajdonképpen, meg akkor nem kell annyit totojázni ott, hogy bekenem, akkor még alapozó, meg ez, meg az, hanem csak úgy rákenem. És akkor vettem még egy ilyen essence, ilyen alapozót. Ezt mondjuk nem az uszodába, hanem csak itthonra. És akkor befejeztem. És akkor eszembe jutott, hogy itthon elfogyott a turbo diéta, az epres. És akkor visszamentem, még mutattam a Rossmann kártyámat a hölgynek, mert azzal is ugye kedvezményeket lehet kapni. És képzeljétek el, hogy már eleve valami 7000 valamennyi lett volna, és akkor valami Joker, nem tudom mit kaptam rá, és így 5000 valamennyiért megkaptam egy ilyet, tehát ez több mint egy hónapig elég nekem, általában én reggelire szoktam ilyet enni, vagyis inni. Úgyhogy ezzel nagyon jól jártam. Úgyhogy ezek voltak még, amilyen érdekes. Úgyhogy igazából ezeket vettem, más nincs.
Úgyhogy remélem tetszett a videó, ötleteket tudtam adni talán a főzéshez is, úgyhogy nálunk ugye húsleves lesz, meg ezek a finom sült csirkék, meg hát a fagyasztóba még, ami ugye ilyen régebbi kaja, azokat megpróbáljuk megenni, hogy most direkt nem vettem többet, mert nem akarom, hogy a régi dolgokra ugye rápakoljam az újakat. Úgyhogy örülök, hogy itt voltatok, és ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, meg iratkozzatok föl. Köszönöm, sziasztok! Na, jól megérdemelt kávémat végre itthon meg tudom inni, mert az Osamba nem sikerült, de ez viszont annyira gusztusos, hogy jól meg is keverem, csak nehogy ráömöljön a számítógépre. Ó, milyen habos!